Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet. Milyen hír jön az univerzumtól számodra? Mielőtt megtekintjük azt, hogy mit üzennek itt az angyalok, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy megjelent az ingyenes hírlapom július hónapra. Itt is van egy angyal üzenet, asztrológiai előrejelzés, egy bizonyos téma. Azon kívül minden hírlapnál van egy jóslás asztrológiával, kedvezményesen, fele áron. Ezt a hírlapot megrendelhetitek e-mailen keresztül, és ez a hírlap havonta jön, és ingyenes. És minden hónapban van egy kedvezmény. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek itt az égiek. Ezen a képen látható a kettes szám. Az jelentheti a párkapcsolatot, téged és őt. Utalhat bizonyos szerződésekre, kapcsolatokra. A kettes szám azt is jelentheti, hogy van két ajánlat, és te ezt össze tudod hasonlítani. Itt láthatóak a botok ugyanúgy, mint itt ezen a képen, és ez szimbolizálja a tűz elemét. Itt van mozgás, lelkesedés, bátorság, szenvedélyek. Itt lesz egy új irány, lehetőségek, de mielőtt lépni fogsz, figyelj oda erre a botra, vedd a kezedbe, irányítsd a dolgokat. Itt a harmadik képen látható az ő hozzáállása. Olyan, mint egy uralkodó, de megérdemli ezt a sikert, hiszen Metatron itt átnyújtja számára ezt a koronát, és ő elfoglalja a helyét az életben. Amire szüksége van, hogy elismerést kapjon tőled. De ő is közeledik hozzád, hiszen itt látható, hogy kezébe veszi a kardot, itt is lesz mozgás, előre mennek az események, ez a kard utal fontos döntésekre, szimbolizálja a levegő elemét, és itt kommunikációról van szó. Ami a kardnál még fontos, hogy elvág bizonyos dolgokat, ami kellemetlen volt a múltban. Lehetnek érzelmek is, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Tehát közeledik hozzád, keresi a kapcsolatod, beszélni akar veled, és úgy tekint rád, mint egy királynőre. Egy királynő, aki uralkodik az érmék felett. Ez jelenti a tudásodat, a tehetségedet, a sikereket, a munkát illetően, de jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Tehát te is megkapod az elismerést. Amit ez az arany ére még jelent, az a föld eleme. És az utal reális dolgokra. Azt, amit és ahogy ő elképzeli a jövőt, azt szeretné megvalósítani. És itt látható a jövő. A tízes szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életben. Itt van az aranyút, a középút. De ez jelenthet egy közös életutat is. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, javul az anyagi helyzet. Jelenti a munkát, lesz munkahelyi ajánlat, egy új irány. De jelenti a szerelmet is, a biztonság érzetét, az elismeréseket. Azon kívül, mint mondtam, utal a föld elemére, tehát itt nem csak álmodozásokról, tervekről van szó, hanem ő ezt szeretné megvalósítani. Itt egy közös életút. Mivel az érmék jelentik az anyagiakat, itt javul az anyagi helyzet, jelentik a munkát is,
Ez lehet a párkapcsolaton kívül egy közös tevékenység is. És most így a jóslás végén szeretnék köszönetet mondani az égi hatalomnak. Köszönöm szépen ezt az információt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!